Folytatódik a bürokrácia csökkentés. A kormányhivatalok számára a legfontosabb irány a digitalizáció. A cél, hogy az állampolgárok minél több ügyet otthonról is elintézhessenek. Több százmilliós beruházások, új bölcsődei csoportszobákat adtak át, épül az új buszpályaudvar és elkezdték az ipari park fejlesztését Csengerben. Vízkereszt, január 6-án szokás lebontani a karácsonyfát, de időjárás jóslás is kapcsolódik ehhez a naphoz. Az év elejétől ritkábban kell megújítani a közgyógyellátásra jogosító igazolványokat, és a megváltozott munkaképességűek felülvizsgálata is módosult. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 2019 végén 80 törvényt módosított az országgyűlés a bürokrácia csökkentés érdekében. A kormányhivatalok számára a legfontosabb irány a digitalizáció, hogy az állampolgárok minél több ügyet otthonról is elintézhessenek, közölte a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormány megbízott. Román István azt is kiemelte, 2019-ben 13 ezer személynek segítettek munkát találni. Ez minden eddigi évnél nagyobb számot jelent. Hosszú előkészítő munka eredményeként decemberben elfogadta az országgyűlés azt az 1000 oldalas jogszabálymódosítási csomagot, amely több mint 80 törvényt módosít. Ennek kiemelt célja a bürokrácia további csökkentése. Ez évek óta a kormány egyik kiemelt feladatának számít. Ennek köszönhetően az állampolgároknak egyszerűbbé válik az ügyintézés bizonyos esetekben, de a kormányhivatal életében is komoly változást jelent. Ilyen például, hogy a közgyógyellátásra jogosító egyéves igazolványok már 2 évre érvényesek, a 2 évre szólók pedig 4 évre, tehát ritkábban kell ezeket megújítani, illetve megszűnik az évenkénti felülvizsgálat azoknál a megváltozott munkaképességű személyeknél, akiknél nincs remény arra, hogy megjavul az egészségi állapotuk, közölte a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormány megbízott. Román István hozzátette, olyan dolgokat szerettek volna kiszűrni a jogrendszerből, amelyek feleslegesek az államnak és az állampolgároknak egyaránt. A bürokrácia csökkentés az a tipikus never ending story, tehát a soha véget nem érő történet, mert folyamatosan, ahogy a mindennapi használatban kell az ügyeket intézni, előkerülnek újabb és újabb ötletek, amivel lehet egyszerűbbé tenni. Itt a legfontosabb irány azt gondolom, hogy a digitalizáció. Ebbe az irányba is sokat haladtunk már, de hát a végső cél az valahol mégiscsak az lenne, hogy olyan esetekben, ahol nem feltétlenül szükséges az állampolgárnak személyesen megjelennie, ezt ne kelljen megtennie, hanem otthonról is tudjon ügyeket intézni. Az idei egy nagyon szorgalmas és egyben mozgalmas év volt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormányhivatal életében. Több beruházásnak is a végére értek. Évelején befejeződött a megyei kormányhivatal 7 épületének felújítása. Az energetikai korszerűsítéseknek köszönhetően nyílászárókat cseréltek, homlokzatszigetelés történt, korszerűsítették a fűtésrendszert és tetőszigetelést végeztek. Az egyik megújult nyíregyházi épület a Zöld Irodaház. Ez teljesen új külsőt kapott, miközben megőrizte régi arculatát. Ez városképi szempontból is fontos. Az irodaházban 2 jelentős főosztály is dolgozik, a foglalkoztatási és az agrárvidék fejlesztési. 3 településen, Mátészalkán, Fehérgyarmaton és Nyírbátorban is új járási hivatalba költöztek a kormányhivatal dolgozói, illetve ide várják az ügyfeleket is. További pozitív előrelépés a megyében, hogy sikerült 8% alá csökkenteni a munkanélküliségi rátát, tette hozzá Román István. Nyilvánvalóan itt ez nem csak a kormányhivatalnak az érdeme, hanem gyakorlatilag aznak a pozitív folyamatoknak, amik zajlanak a megyében a munkaerőpiacon. Hogy egy konkrét számot azért mégiscsak mondjak, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormányhivatal az idei éven 13 ezer megyebeli honfitársunknak az elhelyezkedéséhez járult hozzá, vagy valamilyen támogatott foglalkoztatás, vagy pedig kiközvetítés segítségével, ami azt gondolom, hogy egy óriási szám is minden korábbi számot meghalad. Mi abban bízunk, hogy ezek a folyamatok folytatódnak.
folytatódnak a következő éven is. És a harmadik terület, ami nagyon sok munkát adott nekünk, ezek a kiemelt kormányzati beruházások. 144 ilyen beruházás zajlik a megyében. Ezekben találhatunk útépítéseket, nagyobb ipari parkokat, cégeknek beruházásait, gátfejlesztéseket is még lehetne ezeket sorolni, szennyvíz beruházásokat például. Ezekben az esetekben gyorsított eljárás keretében kiemelt figyelemmel kell azon dolgoznunk, hogy minél hamarabb megszülessenek a beruházáshoz szükséges engedélyek, és a használatba vétel, a működés is minél hamarabb megkezdődhessen. Ezeken túl is számos feladata van a kormányhivatalnak. A 2020-as évben a korábban említett jogszabályi változásokra is fel kell készülniük. Például az építésügyi feladatok a járásszékhelyek jegyzőitől átkerültek a kormányhivatalhoz. Az ilyen módosítások szakmai kihívást is jelentenek az ott dolgozók számára. Új bölcsődei csoport szobákat adtak át, épül az új buszpályaudvar, és elkezdték az ipari park, valamint tervezik a mentőállomás fejlesztését Csengerben. A több százmilliós beruházásoknak és a remélt börtönépítésnek köszönhetően új munkahelyek százai tarthatják helyben a fiatalokat, mondta Forján Zsolt, a város polgármestere. Az 5300 lakosú határmenti város önkormányzata éves szinten mintegy 4 milliárd forint működési költséggel gazdálkodhat. Emellett a fejlesztéseket pályázati forrásokból igyekszik fedezni a település. A 2019-es évben 400 millió forintot fordíthattak a belterületi csapadék elvezető rendszer kialakítására, ugyanennyibe került a pátyolig vezető kerékpárút megépítése. 225 millió forintos állami támogatásból a sportcentrumban elkészült egy 200 méteres rekordtán futópálya, egy szabadtéri kondipark, valamint felújították a füves labdarúgó pályát is. 155 millió forint Európai Uniós támogatásból készült el két bölcsődei csoportszoba, amelyekben 24 gyereknek biztosítanak ellátást. Az önkormányzat két újabb szoba kialakítására is pályázott. 250 millió forint állami forrás fordíthat a város a már épülő buszpályaudvarra, az új távlatokat megnyitó ipari park kialakítására pedig 650 millió forint áll az önkormányzat rendelkezésére. Itt a polgármesteri hivatallal szemben építünk a Csengerre jellemző makoves stílusban épülő új buszpályaudvart építjük, amely egyben szolgáltató ház is lesz, hiszen ebben lesznek irodák, ebben lehet lesz majd fodrászüzletet kialakítani, lehet lesz majd különböző büféhelyiségeket kialakítani, és egy nagy parkolót fogunk még a végére építeni, hogy a személygépkocsi forgalom is tudjon majd leállni. Szintén egy új szolgáltatásra bővítjük Csengert, hiszen a mostani buszpályaudvar az nem megfelelő volt, nem a 21. századnak megfelelő szinten működött, és ezt annál is inkább ki kell építsük, hiszen miniszterelnök úrtól kértünk még támogatást az új ipari parkra. Ezt a támogatást is megkaptuk, és elkezdtük az új ipari parkot építeni. Már egy épület elkezdődött, egy vállalkozás elkezdett egy zöldséggyümölcs feldolgozót építeni ebben az új ipari parkban. Ennek a szélére jön az új börtönberuházás, ahol 250 ember fog majd dolgozni, és a napokban keresett minket egy autóipari gyártó cég, ami nem titkolta, hogy Győrbe az Audihoz, a Kecskeméti Mercedeshez és Debrecenben a majdani BMW-hez szeretne szelepeket gyártani. Csengerben járóbeteg szakellátó központ is működik. 18 szakorvosi ellátás segíti a kistérségben élőket a gyógyulásban és a betegségek megelőzésében. A polgármester reményei szerint a jövőben bővülhet a szolgáltatások köre. Szeretnénk egy mentőállomás fejlesztést Csengerben. Van két mentőautónk, de szeretnénk egy esetkocsit, a népnyelvén rohamkocsit Csengerbe hozni. Erre már megkaptuk a lehetőséget Budapesttől és az országos mentőszolgálattól, amit a régióba fogunk most menni tárgyalni. És ha ez megvalósulna, akkor ugye 5 tisztet, mentőtisztet is kapunk ide Csengerbe. Azért fontos, mert nagyon messzi vagyunk Mátészalkától, Fehérgyarmattól, és itt akár egy stroke vagy egy infarktus esetén itt percek is, meg másodpercek is számítanak, és ezért úgy gondoltuk, hogy az orvos kollég, az orvosokkal beszélgetve, hogy mindenféleképpen egy esetkocsit kell Csengerben tartani, annál is inkább, mert itt egy nagy átmenői forgalmi út van, ugye Románia irányába rengeteg baleset van sajnos, és ugye itt is azért 15 ezer ember lakik a csengeri járásban, és őket is azért ki kell szolgáljuk. Forján Zsolt elmondta, a tervei között szerepel még az úgynevezett halomgödör rehabilitációja. Egy román-magyar pályázatnak köszönhetően 100 millió forintból egy fajmentő tavasz szeretnének kialakítani a jelenleg kiszáradt meder helyén.
Január 6-a vízkereszt ünnepe, amely a keleti és a nyugati hagyományokban egyaránt megjelenik. Arra emlékeztet, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent emberként és elhozta az üdvösséget. Ilyenkor szokás lebontani a karácsonyfát is, de időjárás jóslás is kapcsolódik ehhez a naphoz. Míg a keleti egyházban Krisztus születéséről és Isten megjelenéséről emlékeznek meg január 6-án vízkeresztkor, addig a nyugati egyháznál Jézus megkereszteléséről, első csodatételéről és a három királyok járásáról szól ez az ünnep. Az egyháznál fontos helyet foglal el ezek hatása is, kiemelten a víz megszentelése. Ma már kevésbé ünneplik, néhány évtizeddel korábban azonban jó néhány népszokás fűződött ehhez a naphoz. Ezen a napon, január 6-án van a vízszentelés, illetve a házszentelés is, és ha már a mai szokásokban ez nem is nagyon maradt meg, de régen a szentelt víznek nagy jelentőséget tulajdonítottak, és egész évben igyekeztek megőrizni a szentelt vizet is, ha betegség volt, vagy rontás, elhárítás, vagy villám ellen úgy gondolták, hogy megvéd. A három királyok járásának emlékét őrzik a dramatikus hagyományok ezen a napon. Itt csillagozóknak, csillagosoknak nevezték őket, gyerekek ilyen nagy, hosszú süvegekben, mint régen a papi süvegek voltak, beöltöztek és házról házra járva jó kívánságot mondtak a ház lakóira. Az ajtóra pedig felírták Gáspár, Menyhért és Boldizsár neveinek kezdőbetűit, vagyis a GMB feliratot az adott évszámmal, ezzel jelezve, hogy áldást hoztak az adott házra és lakóira. Az időjárásra is tudtak következtetni vízkeresztből, úgy tartották, ha tiszta az idő, jó év vár a gazdaságra. Ma már a nem hívők körében alig él a köztudatban népszokás, a legismertebb, hogy vízkeresztkor kell leöltöztetni a karácsonyfákat. Hagyományosan ezen a napon kezdődik a farsang is, amely húshagyó keddig, idén február 25-éig tart. Az egységes horgász nyilvántartás kiépülése mellett fokozatosan bővül a kötelező befizetések és okmányok elektronizációja. 2020-ban jelentkező horgászok már az új eljárás szerint regisztrálhatnak. A Magyarországos Horgász Szövetség közlése szerint az elektronizáció ki fog terjedni a horgász vizsgáztatásra, az állami és a területi jegyre, a fogási naplóra, a tagdíjra és az egységes szövetségi hozzájárulásra is. A kiépülő központi rendszer lépésről lépésre könnyíti meg a horgászok döntéseit, tájékozódását és az ügyintézést is. A Magyar Horgász Kártya már 2018-ban kiváltotta a papíralapú igazolványt. Az egységes horgász és horgász szervezeti informatikai szolgáltató és támogató programmal pedig lehetővé teszi a horgászok azonosítását is. Január 6-án ismét karácsonyfagyűjtő akció kezdődött Nyíregyházán. A hulladékkezelő társaság közel két hétig várja a feleslegessé vált fenyők beszállítását a város két hulladékudvarába. A hagyomány szerint január 6-án vízkereszt napján öltöztetjük le a karácsonyfákat és tesszük el a díszeket a következő év decemberéig. Az azonban korán sem mindegy, hogyan szabadulunk meg a leselejtezett fenyőtől. Évről évre előfordulnak esetek, amikor egyes lakók magas lakóházakból kidobják a már nem használt fát. Fontos tudni ugyanakkor, hogy ilyen esetben akár több százezres bírság is kiróható. Beslésünk szerint Nyíregyháza városban olyan 30-40 ezer karácsonyfa, illetve fenyőfa válik ilyenkor fölöslegessé. Ennek az összegyűjtése mind társaságunkra hárul, ennek a munkája. Ugye alapesetből a családi házak elé, a hulladékgyűjtő edény mellé, hogyha kirakják a lakosok, akkor azt a mi kollégáink a hulladékgyűjtő célgépekkel beszállítják, és a nyíregyházi hulladékkezelőbe kerül. A Nyíregyházi Hulladékkezelő Társaság minden év elején meghirdeti karácsonyfagyűjtő akcióját. Így önként is dönthetünk úgy, hogy beszállítjuk fenyőfánkat a Korányi Frigyes vagy a Kerék utcai hulladékudvarba. Mindenre január 6-a és 18-a között van lehetőség. Az így begyűjtött fákat a környezetvédelem jegyében később komposztálják. Január hónapban kétszer is kifejezetten a családi házas övezeteknél karácsonyfagyűjtés van, ami mindig a naptárunkba jelölünk is, a hulladékgyűjtő naptárba, de ugye a belvárosi részeken lakókat is arra bátorítanánk, hogy ide hozzák be hozzánk ezeket a karácsonyfákat. Minden egyes karácsonyfáért egy sorsjegyet adunk, amelyet a
január 18-án tartandó sorshúzáson sorsolunk ki 7 darab nyertest, aki egyenként 5000 forintos utalványban részesül. A kezdeményezéshez a Nyír.vv Nonprofit Kft. Is csatlakozott. Az a lakos ugyanis, aki a legtöbb fenyőfán gyűjti össze és szállítja be a két hulladékudvar valamelyikébe, egy 10 000 forint értékű parkolási utalványt kap. Elkezdődtek az Úri Muri olvasó próbái a Móricz Zsigmond Színházban. A darabot az a Szűcs Artúr rendezi, aki legutóbb a Chicagót állította színpadra Nyíregyházán. A Móricz Zsigmond regényéből készült műben összesen 17-en szerepelnek majd, közülük 14-en férfiak. Befordul a díszlet és elhúzzuk azt a függönyt, ezáltal kialakul egy kis szoba vagy egy kis tér, ahova be tudunk venni egy pár bútort, vagy egy fotelt, egy kis asztallal. Így mutatta be az Úri Muri díszletének funkcióit Slárkó Anett díszlettervező. A Móricz Zsigmond regényéből készült adaptáció eltér az eddigi feldolgozásoktól, hiszen szinte mindegyik fekete-fehéren ábrázolta a kort és az embereket. Szűcs Artúr ettől elrugaszkodva megszínesíti a történetet és a darabot is. A rendezőnek nem ez lesz az első munkája a Nyíregyházi társulattal, korábban az Idős utazást, legutóbb pedig a nagy sikerű Chicagót állította színpadra. Ez egy prózai társulat, azért mondjuk ki, de úgy gondolom, hogy akármelyik zenés színpadon megállna a helyét ez az előadás. Tehát az azt jelenti, hogy úgy kondícióban, mint technikailag följöttünk egy olyan szintre, ahol profizmusról lehet beszélni a műfajon belül. Nyilván megismertük egymást, tudják, hogy nekem körülbelül mi az elvárásom, és honnan kell és meddig építkezni. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó, hogy nem előről kezdjük, de hát nagyon szeretem ezt a darabot, a regényt, nagyon szeretem. Évekkel ezelőtt még játszottam is az egyik szerepet benne, úgyhogy hát én nagyon várom, és ígérem, hogy nagyon jó előadás lesz. A darabot a színház névadójának, Móricz Zsigmond születésének 140. évfordulója alkalmából állítják színpadra. A 17 szereplőből 14 férfi és mindössze 3 hölgy, a játékukat pedig 5 zenész kíséri majd. A sírva vigadó magyar mulatozást és a Nagyidai Gergő által alakított főhős Szakmári Zoltán történetét február 22-én 19 órától láthatják a nézők a nagy színpadon. Győzelemmel kezdte az évet a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának 11. fordulójában 80-64-re verték a Baját, és sikerükkel átvették a vezetést a tabellán. Siska János együttese csütörtökön a Vasast fogadja a Continental Arénában. A nyitófordulóban elszenvedett vereség miatt volt törleszteni valójuk a hazaiaknak a Bajával szemben, a mérkőzést viszont a vendégek kezdték jobban. 10 perc játék után 25-19-re vezetett a Dunaparti együttes, és a második negyed közepéig csak futottak ellenfelük után a kisé álmosan játszó cápák. A 16. percben kosárlabdapályán ritkán látható jelenetnek lehettek szemtanúi a nézők, egy sportszerűtlen hiba és technikai után kiállított Pongó a pálya szélén összeugrott csapattársával Jakabbal, akit szintén kiállítottak a játékvezetők. Hobbs büntetőjével átvette a vezetést a Nyíregyháza, amit a folytatásban már nem is engedett ki a kezéből. A hátralévő 2,5 negyedben a kulcsembereit elveszítő Baja próbálkozott becsülettel, de a kék cápák magabiztosan nyerték meg az év első bajnoki meccsét. Sokat gyakoroltunk a két ünnep között új figurákat, új védekezéseket. Messzituációban nem sikerült gyakorolni. Látszott a csapaton, hogy még van mit fejlődni. A védekezéssel egész mérkőzésen nem voltam megelégedve, nagyon gyengén védekeztünk, annak ellenére, hogy 64 pontot kaptunk. A támadás is akadozott, de lesz ez még jobb is, ez biztos. A vendégek edzője szerint, amíg teljes volt a csapata, meg tudták valósítani azt, amit elterveztek a mérkőzés előtt. Felszabadult játékot próbáltunk játszani, mert nem nagyon tudtunk készülni, mert sokan nem voltak edzésen, háromat tudtunk együtt edzeni itt a szünetekben. Én mondtam a gyerekeknek, jöjjünk ide, játsszuk a saját játékunkat, próbáltunk egy agresszív védekezést, és a támadásban pedig gyors labdajáratás. Én úgy gondolom, hogy amíg nem volt a gond, addig ez be is vált. Dancsics András 5 triplát dobva 19 pontot szerzett a mérkőzésen. A fiatal játékos abban bízik, hogy a hétvégén már teljes fordulatszámon pörög majd a csapat. Volt egy kis pihenő most az előző meccs, nem tudom, egy 15 nap, 20 nap eltelt, szóval azért vissza kell rázódni, mindenkinek volt egy kis szünete, szóval azután mindig nehéz visszajönni, de most reménykedünk, hogy ezen a következő egy meccsen, meg ezen eléggé fel tudunk készülni a veszprémi meccsre.
A forduló további eredményei a következők: PVSK Nagykőrös 110-83, MAFS Veszprém 91-85, BKG Prima SM MAFS Miskolc 75-76, Budapesti Honvéd Budafok 91-77, és TF Budapest MTK Litbasket 82-58. A tabella élén a Nyíregyháza áll 11 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Veszprémet. A két szápák csütörtökön a Vasast fogadják a Continental Arénában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Az év elejétől ritkábban kell megújítani a közgyógyellátásra jogosító igazolványokat, és a megváltozott munkaképességűek felülvizsgálata is módosult. 2019 végén 80 törvényt módosított az országgyűlés a bürokrácia csökkentés érdekében. A kormányhivatalok számára a legfontosabb irány a digitalizáció, hogy az állampolgárok minél több ügyet otthonról is elintézhessenek, közölte a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormány megbízott. Román István azt is kiemelte, 2019-ben 13 ezer személynek segítettek munkát találni, ez minden eddigi évnél nagyobb számot jelent. Új bölcsődei csoportszobákat adtak át, épül az új buszpályaudvar, és elkezdték az ipari park, valamint tervezik a mentőállomás fejlesztését is Csengerben. A több százmilliós beruházásoknak és a remélt börtönépítésnek köszönhetően új munkahelyek százai tartják helyben a fiatalokat, mondta Forján Zsolt, a város polgármestere. Január 6-a vízkereszt ünnepe, amely a keleti és a nyugati hagyományokban egyaránt megjelenik. Arra emlékeztet, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent emberként és elhozta az üdvösséget. Ilyenkor szokás lebontani a karácsonyfát is, de időjárás jóslás is kapcsolódik ehhez a naphoz. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 6-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Hétfő estétől kevés fátyol felhő várható, északabb párássá válik a levegő, csapadék nem lesz. A változó irányú majd a délnyugatira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 11 és mínusz 6 fok között alakul. Kedden többnyire gyengén felhős napos idő várható, csapadék nélkül. A déli majd a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, napközben 0 plusz 4 fok közé melegszik a levegő. A következő napok időjárását is döntően anticiklon alakítja, csak időnként érintik térségünket a tőlünk északra elvonuló légköri frontok. Hosszabb, rövidebb napsütésre is számíthatunk, gyengén és erősen felhős területek, illetve időszakok egyaránt lesznek. Csupán néhol fordulhat elő gyenge eső, ónos eső, csütörtökön esetleg hószálingózás is. A hőmérséklet lényegesen nem változik.